Városi Viktor a PMFC Matthias támadó szellemű játékos, a hetek óta adós a csapata a góllal. Mit lehet tenni ezzel ellen csapat szinten, és mit tudsz tenni ezzel ellen te? Hát ugye már minden sorozat egyszer megszakad, remélhetőleg a felcsút ellen fog megszakadni ez a sorozat. De hát voltunk már olyan helyzetben is, hogy mi voltunk az egyetlen csapat, aki minden mérkőzésen rugott gólt. Megpróbálunk ezen javítani, ezt a sorozatot megszakítani. Ugye pénteken a felcsút ellen játszik a PMFC Székesfehérváron. Milyen hangulatra és milyen ellenfélre számítasz? Hát természetesen győzni megyünk oda, vagy győzelemért megyünk. Felcsút az egy kitűnő csapat, kitűnő játékosokkal. Nem lesz egyszerű dolgunk, ugyebár annyira nem nagy a szurkolótábora, de ez minket annyira nem zavar. Mennyire fontos nekünk most a bajnoki győzelem, hiszen nagyon jó kis stabil középcsapat vagyunk, és igazából se lefele, se fölfele nagyon tekingetni nem kell a tabellám. Hát azért 3 pont az most nagyon kellene, hogy bebiztosítjuk tényleg, hogy azért nem vagyunk egy középszerű csapat. Szóval annál azért mindenképpen jobbak vagyunk, mert egy nagyon egységes csapat vagyunk. Ennyi végül is. Ugye a felcsút minket itthon Pécsen megvert, most idegenbe fűt minket a visszavágás vágya? Az biztos, igen. Hát ez, mint már mondtam, hogy 3 pontért megyünk. Mindent meg fogunk az annak érdekében tenni, hogy győzelmet szerezzünk. Elsősorban a gólok kellenének, mert ugye már van ez a rossz sorozatunk, de meg fog szerintem szakadni ez a rossz sorozat.